angyal vagyok, néktek szólok, keljetek fel, pásztorok. Követ vagyok, én lássátok, ma született Jézustok. Pásztorjátékkal, minikoncerttel ünnepelték a karácsonyt a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág óvodában. Ebben az esztendőben a Lavotta János Művészeti Iskola tanárai zenéltek. A tanárok produkciója mellett azok a gyerekek is felléptek, akik a Hétszínvirág óvodába járnak és mellette zenét is tanulnak. Mi szeretnénk az ünnepeinket olyan valóságosakká tenni, amiben a gyerekeink megmutathatják a tehetségüket. Támogatjuk mindenben azokat a gyerekeket, akik zenét tanulnak, illetve táncolni járnak különböző intézményekbe, és szeretnénk, ha meg is tudnák mutatni, hogy mi az, amit ők ott a tehetségük által megtanultak, és mi az, amivel színesebbé tehetik az ünnepünket. A karácsony akkor igazán szép, ha ajándék is van a fa alatt. A meglepetésről a Sátoraljaújhelyi Rotary gondoskodott, akik egy modern diavetítőt és néhány diafilmet vásároltak az óvodának. A régi korok meséi így lesznek újra ismertek a mai gyerekek között is. Hagyományosan az óvoda nekünk egy szívünk csücske, hiszen gyermekeink itt nevelkednek, itt nőnek fel, okosodnak, szépülnek. Úgy gondoltuk, hogy az óvodában mindig szükség van olyan fejlesztő játékokra, amely a képességeiket kibontakoztatja. Ezt az ajándékot most azért hoztuk, hogy ezt a segítséget megadjuk. A támogatáshoz szükséges anyagi forrásokat a Rotary Klub más jó szándékú emberek adományaiból gyűjt össze. Így idén is működik a borsátor, ahol egy-egy pohár forralt borral, teával kínálják támogatóikat, és ez szolgálja az újévi koncert is. A Dohánygyári Fúvó Zenekarra a közös jótékonysági koncert január 4-én lesz.